Kedves közönségünk, ezennel kezdetét veszi a szalagavató bálunk. A nyitókeringőt egy páros tánca, az osztálytáncok, majd a tanárok tánca követi. Végül a zárókeringő a befejező műsorszám. Kérjük, fogadják szeretettel a 12. C és 12. D osztályok keringő táncát Two Steps from Hell Blackheart zenéjére. A táncot betanította Krichenbaum Dániel. Thank you.
Az osztálytáncok előtt Szászkai Miklós, 9. C osztályos tanuló és partnere Bőrcsök Sarlott bemutatóját tekinthetik meg. Egy latin-amerikai egyveleget, egy rumbát és egy csezsacsát láthatunk tőlük. Te vas si tejimos tantos recuerdos. ¿Por qué te vas cuando todo era tan perfecto? ¿Por qué te vas si eres parte de mí? ¿Cómo seguiré sin ti? No sé concebirlo. ¿Por qué te vas si viajamos juntos al cielo? ¿Por qué te vas si vivimos tanto sin miedo? ¿Por qué te vas, mi vida? Eres tú mi cómplice, la luz de mi ser. ¿Cómo vivir sin ti, mi amor? Inútil es. ¿Por qué te vas si era todo color de rosa? ¿Por qué te vas? Una quimera nuestra historia. Most a végzős osztályok szabadon választott táncai következnek. A 12. A osztály a filmklasszikusok széles spektrumán kalauzolja végig önöket. A táncot Albert Ágolta tanította be. A produkciót osztályfőnökük Földvári István tanár úr konferálja fel. Szóval filmek és filmzenék, milyen tisztelt publikum.
Arra gondoltunk, hogy mi így már veletek, önökkel nem leszünk többet együtt, és ezért szeretnénk néhány üzenetet, vagy egy fontos üzenetet átadni. Ez az üzenet a mindenkelőtt a szeretetről szól, a szeretet fontosságára hívjuk fel a figyelmet, bármilyen helyzetben vagy bárki iránt, hiszen ezt a stábot, aki itt most éppen bejön, vagy ami itt most éppen bejön, a szeretet tartja össze. Aztán utána Görögországba utazunk, ahol egy családi kavalkádot mutatunk be, majd a Jackrabbit Slim Contestre nevezünk be az 50-es években, és reméljük, hogy addigra már egy rock and roll versenyen fogjuk, vagy tisztelesen érezni magunkat. Aztán, ahogy egy ogréhoz méltó, megmutatjuk, hogy milyen is az élet a mocsárban. És az üzenetnek a rétegei, mint a hagymahéjai bomlanak majd le, de reméljük, hogy nem fogunk a végére sírni. Ez a film, ez a stáblistához közeledik, 4 év után vége van, de reméljük, hogy a folytatás is kassza siker lesz. Mary, I've been thinking. Can we move the Japanese ambassador to 4 o'clock tomorrow? Certainly, sir. Found work the
money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell. City. In the funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Right. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull you. Hölgyeim és uraim! Ladies and gentlemen! Señoras and señores! A 12. előadásában láthatják, hogy elhozzák a 60-as évek tengerparti fogadóinak hangulatát ide! 60-as tapsort! Stand back! Why? You'll see. Run, 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 here we come, revving our engines under the sun. You're cruising for bruising. Whoa, keeping it cool, smooth and steady. Slick back hair, man, things are getting heavy. You're cruising for bruising. Two wheels and an open road, wrapped in leather, ready to go. Don't stop. Like a bullet, we do anything.
one, two, three. Who's riding with me? I got a gang full of bruises all cruising with me. And we're tearing up, we're tearing up, we're tearing up. Kérjük, fogadják szeretettel a 12. C osztály táncát, melyet Foki Tamás konferál fel. Ahogy a híres Babajlosz sámán mondta, az élet olyan, mint az egerészőjv. Egyszer fent, egyszer lent. Az egerészőjv sok kisegeret kifogott az élet tengeréből. Mi voltunk az egyik ilyen kisegér. Ezt a kisegeret Olexa Csenge avatta be a sámánkodás rejtelmeibe. Hadd szinszogjuk most el önöknek hálaadásunkat Babajlosz sámán tiszteletére. Thank you.
A 12. D-produkciója az olasz és a modern maffia világát és banda háborúját jeleníti meg. Az osztálytáncot betanította Krichenbaum Dániel. Az előadást az osztályfőnök Garamvölgyi Béla tanár úr konferálja fel. Ezt a birodalmat én építettem fel a családomnak, és most átadom neked, mert a mi családunkra örökkön örökké emlékezni fognak. A birodalom felépítése csak sok évnyi viszály elcsendesítése árán jöhetett létre. Számíts rá, hogy ezek az ellentétek bármikor újra felszínre törhetnek. Ezért jól vésd az eszedben, hogy az emberek az igazságért mindenre képesek, és még családon belül is oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Tudnod kell helyet csendben maradni, hallgatni és időben lépni, mert a türelem a mi erényünk. Csapassuk! Adesso guardami, faccio face to face sopra di te. Ora tu immagini cose che succedono e che neanche ti immagini. Semino così se vedo spuntare gli ostacoli. Qua dentro ti salveranno soltanto i miracoli. Hola sì, se vuoi B, San Siro, Parigi. Guarda il drip, Givenchy. Ho 50 colpi nei grizzly, scappiamo dentro gli edifici. Radio San Siro nella zona, noi restiamo con le radici. Sparino, girino, ho svoltato la mia merda. Le baglio, San Siro, ti sorpasso da per terra. Cagule sulla faccia, ma non fare il finto G. Euro, dollari, due sex, ai miei piedi Givenchy. Yeah.
me, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare in terra via. Saying prayers in the streetlight. Been spending most of nights dealing with the hipsters' paradise. We've been spending most of nights dealing with the hipsters' paradise. Baby, I'm a gangster too. Fogod ezt a számot nagyon sok szeretettel. Amerre jársz, amerre mész, minden gangster téged néz, irigyednek rád, tőled mindenki fél. A tanári tánccsoport az idén földkörüli útra indul. Köszönet Sásdi Mariannak a koreográfiáért és a táncok betanításáért, valamint Tokár Gábornak a jelenet szövegének megírásáért. A színpadon a tanári tánccsoport, Barati Krisztina, Blénesi Gabriella, Bolesza Váradi Andrea, Csörgei Andrea, Farkas Gitta, Kocka Anikó, Márkus Panna, Nagy Pálné, Pásztiné Markella Eszter, Sásdi Marian, Szili Melinda, Ungor Andrea, Vég Zsófia és Visontai Miklós. Halló! Halló, Gábor! Gábor Zsolt vagyok. Ne haragudj, már a vezetőségén nem beszéltük meg ezt a tanári kirándulást. Igen, tudom, krétázol. Igen. A Krisztasz valami szalagavató próbán van, a Jutka az iskolakóstolót szervezi. Akkor most hogy legyen? Igen, valóban a 12-es offők. Nem tudod, hol vannak? Be kéne küldeni őket. Ja, hogy törzslapoztak. Novemberben. Szerintem akkor örömmel átjönnének hozzám. Küldd át őket, légy szíves. Köszönöm. Szervusztok. Köszönöm szépen, hogy átjöttetek. Biztos emlékeztek rá, valamelyik értekezleten mondtam, hogy az idejében is szeretnénk megszervezni a tanári kirándulást,
és akkor ti nagy lelkűen elvállaltátok, hogy holmi ötleteket hoznátok nekünk, mint legtapasztaltabb osztályfőnökök így az utóbbi időben. Megint szeretném megerősíteni, nem plusz feladatot akarunk lenni, de hát mégiscsak a ti gondolataitok azok, amik a legértékesebbek nekünk. Mi az ötletetek? Mi legyen az idén a tanári kiándulás célpontja? Úgy gondolom magánemberként és magyar tanárként is, hogy sok kincset rejt a saját kultúránk. A Kárpátok például tele van izgalmasabbnál izgalmasabb kulturális örökséggel, hogy csak a moldvai táncot említsem. Megmutatnám nektek, hogy mire is gondolok. Kiváló kollégadőnk javaslata valóban megszívlelendő. Ám ne feledjük, hogy a kultúra mint olyan szubjektív fogalom, és nem mindenki számára jelenti ugyanazt. Én a magam részéről úgy vélem, hogy ha már kultúra és főleg művészetek, talán nem túlzás azt állítanom, merőben otthonosan mozgok-e témában. Megvethetjük, tagadhatjuk, de attól még tény, hogy világunkra a legnagyobb hatást az amerikai kultúra fejti ki. Ha támogattok benne, én az amerikai kontinens meglátogatására szavazok, és most én is készültem egy röpke bemutatóval. Hát ez is nagyszerű volt, tagadhatatlan. Az a helyzet, hogy én legszívesebben Indiára szavaznék, hiszen számításaim szerint azért mégiscsak India az ideális hely. És
Hát mi tudjuk amúgy, ugye rengeteg ilyen matematikai fogalom is onnan származik, persze. Meg ugye Ramanujan is, eredetileg. Bár azért sokat máshol ért. Na mindegy, ez most nem ide tartozik. Hoztam én is egy kis bemutatót. Íme! आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है Csodálatos ötleteitek vannak, valóban ez látszik. Ugyanakkor nem mehetünk el egy igen fontos mozzanat mellett, haladnunk kell a korral. Az imént látott jelenetek látványosak voltak ugyan, de nekem egy kicsit régi módiak. Most se felejtjük el, hogy a diákjaink rengeteg inspirációt adhatnak. Ha valami nekik megfelelt, az nekünk is jó lesz. Előttem van egy évszám és egy hónap, 2020. augusztus, valaki, mi fog következni? 2020. augusztus, nem emlékeztek? Akkor mutatok nektek valamit. Kapaszkodom a felhőbe, nem eshetek le a földre, túl sok lenne ott a bajom, ide fent jár át a nyugalom. Fogják, megragadják, és úgy húzzák. Hiába mondom, nem értik, hagyjatok, hisz nekem jó így. Nézd rám, és úgy mond, én nem vagyok bolond, még szélom terven, s mégis lélegszem. Nézd rám, és úgy mond, én nem vagyok bolond, még szélom terven, s mégis lélegszem.
az S zárásaként fogadják nagy szeretettel az A és B osztály keringő táncát. A táncot Dimitri Sostakovics második keringőjére táncolják. Betanította Krihenbaum Dániel. Thank you.
still can't sleep on your side. There's your coffee cup, the lipstick stain fades with time. If I could dream long enough, you'd tell me I'll be just fine. I'll be just fine. So I drown. Through our house with the ghost of